Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világa, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkáhozik. A híveket ezeket a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindent hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetés megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Mai mottónk, az Úr együtt munkálkodott velük. Jézus húsvéti katekézise változatlan. Megerősíti a küldetést, figyelmeztet a siker előfeltételeire, de egyúttal hatalmas ígéretet tesz nekik. A megígért együttműködés felülmúlja minden elképzelésüket. Olyan jeleket kapnak, hogy megbízatások hitelességéhez immár nem férhet kétely. Hatalmat kapnak. Az Úr delegál, és immár vissza is vonulhat. A felhatalmazás teljes körű. Az ígért jelek azok, amelyek Jézus földi misszióját és kísérték. Ördögöt űznek és gyógyítanak, úgy, ahogy Jézus tette. Sőt, sebezhetetlenek, míg Jézus sebezhető volt. Van azonban egy feltétel, a hit. És a hitnek is megvan a maga jele, a keresztelés. Fontos ez az és. Hit és keresztség. Nekünk, akinek jutott keresztség, jutott ezzel jár a feladat is. Küldetés. Egyetlen feltétel itt. Megéri hát.